Damiáni Szent Péter kamaduli szerzetesként élt, remeteként szerette a magányt, ugyanakkor korának egyházi megújulásának aktív részese volt. 1007-ben született Ravennában, elszegényedett nemesi családban. Jogi tanulmányai mellett kora egyik legnagyobb középkori latin írójává vált. A legkülönfélébb irodalmi műfajokban alkotott, fennmaradtak levelei, homiliái, szentek életrajzai, versei. Lelki életének középpontjában a kereszt állt. Az egész üdvösség történetet magába foglaló kereszthez csodálatos imákat, himnuszokat alkotott. Damiáni Szent Péter példája késztessen bennünket arra is, hogy mindig úgy tekintsünk a keresztre, mint Isten legnagyobb szeretetének jelére az emberek iránt. Szent Péter abban is kitűnt, hogy minden nap elmélyült a Szentírás olvasásában és tanulmányozásában. Fürkészte Isten szavának üzenetét. Ebből merítette lelki táplálékát. Számára a keresztény élet minden életállapot csúcspontja a remeteség volt. Példája ma is inspirál minket, különösen most, nagybőjt idején. Mert ahhoz, hogy meghalljuk az Isten szavát, csendre van szükségünk. Csendet kell teremtenünk lelkünk mélyén, hogy Isten szavára tudjunk figyelni. A Krisztussal való bensőséges egységre törekvés minden keresztény kötelessége. Damiáni Szent Péter példája nyomán ne hagyjuk, hogy teljesen kitöltsék életünket a mindennapok rohanásai, feladatai, a hétköznapok gondjai, problémái, aggodalmai. Ne feledkezzünk meg Jézusról, hanem valóban ő legyen életünk középpontja. 1057-ben Damiáni Péter elhagyta a remetességet, és elfogadta a pápai kinevezést, hogy Osztia püspökeként tevékenykedjen. Ettől kezdve szorosan együttműködött az egyház megreformálásában a kor pápáival. Le kellett mondania a szemlélődésről, a remetesség szépségéről, hogy hozzájárulhasson az egyház megújulásához. Damiáni Szent Péter monasztikus életével tanúságot tett az Isten elsőbségéről az életben. Példája felhívás minden hívő számára, hogy töretlenül haladjon az életszentség útján.